Üdvözlök mindenkit a Tama, szeretettel Ránkos vagyok, és már elkezdtünk egy újabb videóhoz, ami már elég régen volt, viszont most úgy gondoltam, hogy miért is ne vegyek fel egy videót. Méghozzá most nem másról lesz szó, mint megint hátvészezni fogunk, ugyanis beszereztem párat, szóval, hogy ja, sikerült megint beszerezni párat, viszont most van egy érdekes dolog is ezen kívül, ugyanis vettem egy ilyen pályaszettet, ugye ami lehet végigfuttatni a kocsikat, és ez most nagyon kezdetleges, de be fogom nektek mutatni ezt is, úgyhogy most arról nem is ejtenek a szót, ugyanis inkább térjünk rá a kocsikra. Na most elsőnek én hoznám ezt a 2020-as Shelby GT500-as Ford Mustangot, sárga, úgyhogy bontsuk is ki. Na, hát itt van nekünk ez a Mustangunk. Hogyha megnézitek, az a baj, hogy nagyon, nagyon nincs ki detail, nem jut szembe magyar szó, nincsen megdizájnolva. Amint láthatjátok, ugye itt ennek a kettő hűtőrácsot elválasztó résznek feketének kéne lenni, a lámpák nincsenek megcsinálva, ugye hátul sincs megcsinálva, úgyhogy ez egy olyan autó, ami amúgy rohadt jól néz neki, viszont kevés részletessége miatt nem feltétlen tartozik most jelenleg a kedvenceim közé, viszont ezt majd én orvosolom, ugyanis már mostában, hogy elkezdtem foglalkozni custom kitekkel, ugye amikor magadnak összerakod meg stb., átfested stb., úgyhogy ezekről majd lesz szó. Tervezek később ebben erről videót készíteni, ugyanis egy elég összetett témáról van szó, és nem feltétlen túl könnyű ezt művelni. Na most jön a következő autónk, ami egy McLaren F1-es, ezt is bontsuk ki szépen. Szeretem az olyan csomagolásokat, mint ez, amiben sok alávágyó, és akkor csak így elég, ha összenyomod ezt a kis műanyagszart, és akkor kipattan egyből a csomagolás. Hát magáért beszél. És úgy szeretem, hogy ezeket a különleges sportautókat, hogyha megnézitek, nagyon szépen kidizájnolják. Kerék is korhű, végig a lámpák meg vannak csinálva, pontosan, hátul is, mindenhol. Úgyhogy srácok, lelkalapom, ez gyönyörű szép, és így is van egy rakás McLaren, úgyhogy most ez pont közéjük fog illeni. F1-esen van egy GTR fehér, majd vágok be róla a képet, ilyen képkeret vitrínben van bent. Meg az ugye nem 60, egy 64-es méretű. Következő, az pedig egy Land Rover Defender. Igen, Defender. Régi kocka Defender. Már talán van nekem egy Defenderem. Így van, az is Defendernek néz ki, viszont az ilyen piros. Viszont ez az a hagyományos terepgépjármű, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy ezt ilyen színbe is beszereztem, amit láthatjátok, a sár elég szépen meg van dizájnolva, elég valósághű magának kocsin, és egyébként ahhoz képest, hogy mekkora, elég komoly súlya van, és elég strapabírónak néz ki a felépítése, a kerekei is, úgyhogy ezzel is szintúgy én meg vagyok elégedve, szerintem ez is egy jó vétel volt. És végül, de nem utolsó sorban, ez pedig egy Mazda MX-5-ös. Odaírták, hogy miatta, de én még mindig ragaszkodok ahhoz, hogy miatta szerintem csak az első generációs Mazda MX-5-ös lehet, ez pedig ugye egy ND, bocsánat, a legújabb. Hát ez sem teljesen gyári, maradjunk annyiba, hát van itt hátul egy elég komoly vasaló deszkánk, ugyanakkor merevítőváz, jobb kormányos amúgy, koptató, ugye géptető kapocs, és matt fényezése van a kocsinak, úgyhogy elég szép. Meg splitter kerekek kint vannak, úgyhogy ez egy elég komoly építés lenne a valóságban, és amúgy így is rohadt jól néz ki ilyen kis méretben. Csak itt is sajnos a lámpák meg ilyenek nincsenek túlságosan megdizájnolva, de hát ezeket tudjuk orvosolni. Ahhoz képest pedig amúgy meg rohadt jól néz ki. Viszont most térjünk rá arra a részre, amit érdekesnek is tartok. Ugyanis megmutatom nektek, hogy is néz ki ez a kezdetleges pályám jelen esetben. Nos, itt is látható ugye maga a gyűjteményem, de viszont ez most úgy nem lényeges, hanem térjünk rá magára erre a szerkezetre, ami innen, fentről. Ez nagyjából, hát mennyi lehet, hány méter? Ez olyan 150 körülbelül. Szóval ez ilyen 150 a méter, ahonnan elindul. Megy végig, 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 végig. Itt egy kicsit
így kipúposodik. Itt van szintén egy kocsitartó rész, de most időlesen eltettem az új hátvilleszeket. Itt van egy kis púp, onnantól kezdve még elmegy egészen oda az ágyamnak az a nagyjából a középső részéig. És ott van egy, hát ilyen ragasztópisztolyból átrakott kis izé, ami úgy elég rugalmasan visszapattintja az autókat, ergo nem kell nagyot puffannia. És meg is mutatom nektek, miként működik ez. Egyébként, hogyha lesz igény, esetleg TikTokon csinálok olyanokat, hogy választhatok bármelyik hátvészet, és akkor azokat elindítjuk egymás ellen, és megnézzük, hogy mennyi ideje van. Viszont én, nekem a kedvenceim, amit láthatjátok, a Ford GT-n 40-esek, és ebből is a kedvencem a Wolf Racing kinézetű, úgyhogy én ezt fogom elindítani most. Egyébként úgy van megoldva, hogy itt van egy LED, csak sajnos itt most elengedett egy kicsit a ragasztó, úgyhogy ez még nem egy 100%-os megoldás, azt majd vissza kell ragasztanom, de ahhoz madzaggal hozzá van kötve, és ez itt elég stabilan tart. Ugye innen ide meg csak oda van ragasztópisztolyozva, oda meg szintén hozzá van ragasztópisztolyozva, úgyhogy elég egyszerű itt a menet. Fogod, ide rakod, elindul, és szépen ott megfogja nekünk a ragasztópisztolyból visszatett hegy. Egyébként a későbbiekben valószínűleg megmutatom a pályán, hogy el fog indulni itt, fog menni egészen végig ide. Itt fog venni egy kanyart, lejjön, el fog jönni ide, itt benne végig megy, és valószínűleg ennél a falnál lesz végig. És ez meg lesz duplázva, ugye itt nem még egy fog indulni, azért valószínűleg majd versenyezni az összesre, és akkor tudom én ilyen fogadásokat tenni, hogy bármilyen szírszal csinálni, poénból, hogy melyik fog nyerni, melyik fog hamarabb leérni. Úgyhogy, ja, igazából. Úgyhogy lényegében ennyi is lenne ez a videó. Hogyha szeretnétek esetlegesen egy olyan bemutatót, amiben úgymond makett tour, vagy modell, haul, vagy valami ilyesmit, szoktak ilyeneket csinálni, hogy az értékesebb és komolyabb járműveket bemutatom nektek. Ugye itt is vannak végig komoly darabok, meg ugye ott is hátul. Úgyhogy, ha gondoljátok, csinálhatunk egy ilyen tourt, leteszek egy szavazást a kommentekbe, vagy valahova, nem tudom, bejegyzésbe lehet. Mindegy, figyeljétek a csatornámat, akit érdekel, és akkor fogja látni, és tudja szavazni, hogy akar-e ilyet, vagy nem. Úgyhogy én még egyszer megköszönöm nektek a figyelmet, srácok, találkozunk egy következő videóban, ami remélhetőleg most már minél hamarabb lesz. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmet, sziasztok! És még annyit kérnék tőlek, srácok, hogyha tetszik ez a tartalom, vagy tetszik bármelyik tartalom, amit tőlem láttok, akkor nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy lájkolja a videót, ugyanis a YouTube algoritmusa ez szerint működik sajnos, és ez szerint dobja be a videómat másoknak, és nagyon szeretném, hogyha többen néznék a tartalmaimat, ugyanis én is sok munkát belefetszolok. Ez most nem feltétlen az miatt, mert nem elégszek meg azzal a nézőszámmal, ami most van. Nekem ez is tökéletes, viszont tényleg elég sok munkát belefektetek, és mégiscsak a lelkesedés tudata ott is kicsit komolyabb lenne akkor, hogyha komolyabb nézőszámom lenne, akár csak egy olyan például, mint TikTokon, vagy bármelyik másik platformon. Köszi, hogyha nyomsz egy lájkot. His heart is cold, his lungs are blown.